Sziasztok srácok! Már pár napja elrajtolt a Season 4, de még mindig talál az ember érdekességeket a játékban. Így a mai videóban hoztam nektek 10 olyan érdekességet, amit lehet, hogy nem tudtál a Season 4-ről. Az első kettő érdekesség Gwenpoolról fog szólni. Azt tudtátok, hogy Gwenpool hatalmas Fortnite rajongó és óriási gamer? Deadpool és Gwenpool mindig áttörje a negyedik falat a játékosok és az olvasók között, így ez a Fortnite-ban is megtörténik. Gwenpoolnak a leírás az az, hogy játszott a Galactus eventen, és ez most bosszúállóvá tette. Gwenpoollal a játékon belül is lehet találkozni, egyelőre még csak ajtó mögött van, de majd valószínűleg ki fog jönni, és olyan megjegyzéseket tesz, hogy éppen próbálja az Andrilt elérni, még mielőtt véget ér a season, illetve grindolja a Battle Pass-t. A második érdekességben ismét Gwenpoolról lesz szó. Egy 2020-as X-Factor 3-as nevezetű képregényben utaltak a Fortnite-ra. Psylocke, Mystique, Domino, Storm és Gwenpool egy asztalán ülnek egy bárban, beszélgetnek, majd a semmiből elteleportálnak, majd visszatérnek, és az, az érdekes, hogy itt Gwenpool nem teleportálódik el a briefasztál, és amikor visszatérnek a csajok, akkor fegyver van náluk, és ez egy Fortnite utalás, ugye, hogy elteleportáltak Fortnite szigetére, majd visszatértek. Ugye ők kaptak skint annó a játékban, viszont végre ebben a seasonben Gwenpool is megérkezett. A harmadik érdekesség, a Battle Pass-be raktak Wolverine-es utalásokat. Például ez az emotikon egy Wolverine-es mémből van. Szerintem mindenki találkozott már azzal a mémmel, amikor Wolverine fekszik az ágyban és nézeget egy fényképet, és általában kiszokták cserélni ezt a fényképet pedig valami hülyeségre. Nos, úgy látszik, hogy ezt emotikonként megkaptuk. Egy graffiti pedig egy Wolverine-es képregény borítóját kapta meg, legalábbis onnan inspirálódtak. Az Epic Games-nél valaki nagyon szeretheti a Marvel vs. Capcom játékot, ugyanis rengeteg utalást tettek a játékra. Az első utalás már az előzetesben benne van, Jones és Cyclops pont úgy fognak kezet, mint Cyclops és Ryu a Marvel vs. Capcomban már évek óta, ez is lehet egy utalás. A második utalás a játékra Dr. Doom bossnak a támadása a játékosokra. A bossnak van egy olyan támadása, hogy így fekve ránk rúg egyet, ránk repül. Nos, ezt a Marvel vs. Capcom játékokból vették, van egy ugyanilyen támadása. A harmadik utalás a vasember szobában van. Itt a tévén egy verekedős játék megy, ahol éppen vasember verekszik. Ez is egy kikacsintás lehet a Marvel vs. Capcomra. Az ötödik érdekesség a titkos vasemberes szoba. Lehet, hogy már találkoztatok vele, de azért elmondom, hogy Doomsday-ben az egyik házikó pincéjében egy óriási rajongó lehet, ugyanis az egész szoba tele van vasemberes cuccokkal. Vasemberes lávalámpától kezdve vasemberes biliárdasztaltól mindent meg lehet itt találni, de vajon ki lehet ez az óriási nagy rajongó? Az előzetesben is lehetett már látni, hogy kart fog kapni fog egy skint, de össze lesz mixelve majd Missile-zel, de ugye a skint még egyelőre nem lehet látni sem a shopban, sem volt kilíkelve sem. Viszont a szobáját a macskának meg lehet találni. Egy másik kis szobában pedig egy óriási ketrecet lehet találni, amiben van egy gombolyag, így valószínűleg innen szökhetett ki kartfog, és most a szigeten van valahol. Hetedik érdekesség, Moon Knight végre méltó lett a Mjölnirhez. A frissítéssel, az új seasonnel lehet használni a Moon Knight skint a Mjölnir csákánnyal. Ez szerintem azért van, mert a képregényben is könnyedén elhárította a kalapács támadást Thortól, szóval így igazából bármikor fel tudja emelni a kalapácsot, ezért a Fortnite-ban is most már működik. A Season 2-es Kerberosra szerintem mindenki emlékszik, ugye bent volt bossként, majd az előző seasonben is bent volt, most jelenleg az NPC nincs bent a játékban, viszont a shotgunját meg lehet találni. Lehetséges, hogy még ebben a seasonben vissza fog térni és kapni fog egy másik skint, ugyanis vannak easter egg-ek a pályán, különféle teniszlabdák vannak szétszórva a szigeten, az egyik egy farkas szájában van a Doom kastély előtt a hídnál, a másik labda pedig a Doom kastélyon belül van az egyik lovak kezénél. Ki tudja, hogy ez miért van? Általában a Fortnite-ban véletlenek nincsenek. 9. érdekesség, Dr. Doom pékségei. Doomsday-ben találhattok két pékséget is, ha beléptek, akkor különféle Dr. Doom-os péksteményeket lehet találni, illetve Dr. Doomnak még saját fagylaltozója is van, saját márkával. Az utolsó easter egg a Doom's Domain easter egg. A Doomsday-ben találhattok egy épületet, aminek az a neve, hogy Doom's Domain. Ez egy utalás a Chapter 2 Season 4-es Doomnak a helyszínére, amikor elfoglalta a Pleasant Parkot.
Azért vicces belegondolni, hogy régen Pleasant Parkban egy kis épületet kapott Doom, most viszont egy konkrét várat. Ennyi lett volna ez a 10 érdekesség, igen, a Galactus fej meg a Doomnak a vitrinjei nem voltak benne, direkt nem raktam bele a videóba, ugyanis szerintem azokat már mindenki látta, illetve arról majd egy külön videót akarok csinálni egy teória videóval. Ha tetszett ez a mai videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, még nem vagytok, én viszont mára mentem, én Ghost Rider voltam, sziasztok!